Köszöntelek benneteket! Ebben a sorozatban szeretném bemutatni, hogy milyen egy igazán jó gyakorlati oktató. Betekinthettek a kulisszák mögé, megnézhetitek, hogy milyen egész nap az anyós ülésben ülni, illetve hogy mekkora felelősséggel jár az oktatói munka, valamint milyen nagy, milyen komoly pszichológiai munkát is kell végezni egy vezetéstechnikai tanárnak. Elsősorban a tanulóvezetőknek szeretnék segíteni, hogy ne a sötétbe tapogatózzanak, hanem tudatosan válasszák ki majd a nekik legmegfelelőbb oktató személyét. Természetesen írjátok meg a véleményeiteket, illetve meséljetek arról, hogy számotokra milyen az ideális, milyen az igazán jó oktató. Ne felejtsetek el feliratkozni a Kressz TV csatornájára, illetve rendeljétek meg a könyvemet, ami nagyon nagy segítség a vezetés tanulása közben is. Egy biztos, ha most tanulnék vezetni, akkor gondolkodás nélkül Posgai Szilvit választanám. És nem csak azért, mert szerintem egy hölgyoktatónál jobb és könnyebb megtanulni vezetni, hanem hagyd mondjam el, hogy Szilvinél mosolygósabb, kedvesebb és pozitív gondolkodásúbb embert nem ismerek, legalábbis az oktatók között. Úgyhogy nézzük meg, hogy éppen mit csinál Szilvi, beszélgessünk egy kicsit vele. Sziasztok! Szerusz Attila! Szia Szilvi! Mikor találkoztunk először? Hát úgy kb. 20 éve. 20 éve. És mióta vagy oktató? Már nem is emlékszem. Akkor már hát oktató akkor voltál. Oktató voltam, és jogosítványosokkal kezdtem, és 5 éve vagyok teljes körű főállású oktató. Mindig csodáltam a lelkesedésedet, az optimizmusodat. Megvan még mindig így 5 év után? Meg lelkesedek továbbra is, mert tanulóból ugye nincs hiány, és az szeretem a munkámban, hogy mindig újabb meg újabb kihívások vannak. Nincs két egyforma óra. Nagyon örülök ennek. Sok tanulód van akkor ezek szerint. Fiúk, lányok, vegyesen. Vegyesen. Te is nem jönnek néha úgy, hogy hú, nőnél oktatok, mi lesz ebből? Látsz ilyet az arcokon, vagy soha nem tapasztalod? Hát azért néha lehet olyan kétkedést látni, vagy például szerintem néha a fiúknál, hogyha beülnek a kocsiba, egy kicsit nem, néha nem tudom hova tenni ezt az egész dolgot, hogy elhiszik-e rólam, hogy tudok még trükköket is, azért nem is keveset, és de mindig pozitív tapasztalatom van, mert mikor jelentkeznek az autós iskolába, a tanulók nagyon sokszor kérik, hogy hozzám járhassanak. Tehát még fiúk is, és nem azért, mert hogy a nő, hanem valamiért ezt a stílust, amit szerintem a női oktatók képviselni tudnak. Talán. De szerintem a lányoknak még plusz jó, mert mit látnak? Hát ha belőle oktató lesz, hát akkor én meg tudok tanulni mellette vezetni. Van-e valami olyan speciális egyedi módszered, amire büszke vagy, hogy ez a tiédé? Hogy ez az enyém? Például szerintem, ami nagyon sokat tudok fogni, és a tanulóknak nagy sikerélményt ad, az a parkolási módszerem, amit már több live-om során is bemutattam, és a másik szerintem, amivel nagyon hatékonyan tudom őket fejleszteni, az, hogy sokat használom a telefonomat videófelvétel készítésre, és mondjuk, hogyha egy tanuló bizonytalan egy adott helyzetben megpróbálom neki elmagyarázni ezt az adott szituációt, akkor visszanézve a videót, ő külső szemlélőként látja ezt az egészet. Én az oktatásom során nagy hangsúlyt fordítok arra, hogy a belátást érjem el, hogy a tanulónak meglegyen az az önfejlesztő képessége, hogy én elmagyarázok neki valamit, és egy szituációban megpróbálja azt alkalmazni, legfeljebb nem jön össze, mert szituáció és szituáció között lehetnek különbségek. Mert néha ez a jó, néha az a jó, de ha visszanézzük a felvételt, akkor látja azt a pici különbséget, ami miatt esetleg a korábban tanult nem alkalmazható. Nagyon jó. És akkor elárulom a legnagyobb titkot, ez pedig nem más, mint a TikTok. Tehát ahogy én a YouTube-on megcsináltam a Kressz csatornát, bizony Szilvi ugyanúgy sztár, csak éppen a TikTokon. Elmeséled nekem, hogy jött ez az egész? Hát a TikTok, maga a TikTok, mint alkalmazás, az engem akkor fogott meg, amikor be voltunk zárva. Ugye oktatóként hát 2,5 hónapig nem is taníthattunk, ez 2020 márciusában, és akkor sokféle alkalmazást nézegettem, hát otthon mit tudtunk nézni, vagy a filmeket, vagy a telefon nyomkodtuk, és akkor így rákaptam a TikTokra. És amikor
egyszer csak eldurrant az agyam, és ez az első videóm is, annak a bemutatkozó videóm utáni első videóm, az egy bukást dolgoz föl, mert nagyon sokszor magyarázzuk a tanulóknak ugyanazt a dolgot, egy tanulónak is, akár egy órán belül is ugyanazt a dolgot, és ha ez vizsgán megtörténik, ugyanez, én akkor mindig, te biztos is ugyanígy vagy vele, hogy miért pont ez, tehát miért nem az, hogy egy gyalogos szituáció, ami meghaladta a képességeit, miért nem egy olyan bonyolult a forgalmi helyzet, amiben leblokkolt, nem, egy ilyen, ez is egy minimális hiba, tehát életszerűen látjuk, hogy a jármű osztályozó záróvonalát ugye átlépik a járművek, mondjuk itt egy jobbra kanyarodás volt, és ő késve sorolt be, és érintette ezt a záróvonalat. És ezeket a videókat be tudod mutatni, ezek egy nagyon rövid videók itt a háttérben, így be fogom tenni egy párat, és érdemes is majd nézni, és nagyon tanulságosak. Pontosan. Tehát nem olyan hosszú filmek, mint amiket én készítek, de a lényeg benne van. A lényeg, és nálad ugye az elméleti oktatás dominál, igen, jelenik meg, nálam pedig a gyakorlat. Kiegészítjük egymást. Én is Zsombor, ide jössz. Zsombor, most épp a tanulód, és akkor azt találtam ki, hogy megnéznénk az igazi műhelytitkokat, lássa országvilág, betesszük a kamerákat az autóba, és megnézzük, hogy Szilvi hogy oktat, te meg hogy vezetsz, jó? Úgyhogy, ha válad ezt a feladatot, megköszönöm, és akkor folytassuk az autóba, jó? Rendben. Köszönöm szépen. Tartsatok velünk. Készen állsz? Nem, persze. Akkor irány. Irányhorány. Okay. Itt arra figyelj majd, hogy lejt tudod lefele az út, tehát ez emelkedőn való elindulás, de hátra menetben. Igen. Tartsd a kuplungot, index jobbra legyen, fordulj hátra. Lassan megyünk ki, mert látod, ezt az utánfutót kitakarja az utat. Igen, kicsit belesítünk. Egyes. Megállunk. És ilyenkor is mindig néz körül ide. Aha, és mehetünk. Lassan a kuplungot. Igen. Lassan föl. Úgy. Okay. Szuper. Kuplungot mindig, tudod, lassan enged föl, míg nem indul el az autó. Itt megyünk körbe valamára, vagy? Nem kell, mehetünk is ki. Aha. Okay. Nézd, akár lendületből is mehetsz. Igen. Azaz, azért nézzél körül. Igen. Soha nem lehet tudni. És külső sávra érkez. Jó, innen a balra kanyarodó külső sávból. Érkezhetti volna a középsőre is, de tanulóként tartsunk jobbra. Igen. Engedjük el a nálunk gyorsabbakat. Igen, igen. Jó, majd a következő lehetőségnél jobbra fogunk kanyarodni. Igen, jó, óvatosság. Úgy. Szerintem már készítheted az egyest, mert a gyalogos átkelőnek piros lett. És első vagy a lámpánál, akkor fontos fölkészülnöd az indulásra. És akkor próbáld megkeresni azt, hogy hol van az a lehetőség, ahol jobbra lehet kanyarodni. Nem a Tesco parkolóban vagyunk, ugye? Nem megszokásban, meg helyismeretből vezessél. Kezd el nézni a táblákat. Itt lehet lemenni. Úgy van. De az index legyen kint, hogy tájékoztasd a mögötted jövőket. Ővele szemben elsőbséged van? Nem, mert ott az elsőbség az táblája, úgyhogy azért benézzük. Majd megvárja még, ugye? Igen. Index jobbra azért legyen, igen. És vissza kéne váltanod kettesbe, mert hármasba vagyunk még. Igen? Úgy. És jobbra. Azaz. Ringásra egy picit jobban hátra fordulhattál volna. Na majd a következő. Ja, mert azért ők jöhetnek itt, sík az út, tudod. Igen, igen. Sokkal gyorsabban. Kereszteződés nem erre majd? Egyenesen menjünk majd. Ez lesz egy jó kikerülés. Így van. Egy picit visszalassíthatnád, mert hirtelen túl sokan vannak előttünk. Igen. És egy jobb kezes is. Álljunk meg, kuplunk be. Egyes legyen. Igen. Tehát, hogy adj teret ennek a busznak, ki tudja, igen, merre akar menni, legyen elég tér körülötte. Ez az. Most mehetünk. Tehát egy picit próbálja a másik járművezetőnek a fejével is gondolkodni. Igen. Hogy index van, és ne hagyd az utolsó pillanatra a kikerülést. És kellő oldaltávolságra is figyelj. Tehát, hogy időbe kezd meg a kikerülést. Azaz. Igen, megnézzük, hogy nem jönne biciklis magadtunk hirtelen, vagy valami. Jó. Következő kereszteződésnél majd jobbra kanyarodj. Na, amit most kezdtünk el gyakorolgatni, tudod, az egyívű megfordulást. Igen.
Na, akkor azt próbáljuk. Ennél itt a keresztelődésnél? Kanyarulj be jobbra és a következőnél. Okay. Kicsit kevesebben vannak. Jó, jó, oké. Okay. Jobbra menjünk. Nézzük, hogy nem jön senki. Hogy? Kicsit lelassítom. Hogy, hogy? Tekedd a kormányt. És akkor forduljunk vissza. Aha, oké. Okay. Index jobbra legyen. És lassíts meg jobban az autót. Kuplunk be? Igen. Egyes kapcsolj. Tehát, hogy lassíts meg. Uh-huh. Mert így be tudsz nézni jobbra. Aha, igen. És nem kell teljesen bekanyarodnod. Igen. Így? Megnézzük, hogy nem jön esetleg. Álljunk meg egy pillanatra. Így. Index balra. Igen. És nézz körül. Hogy nem jön senki. És sehol senki. Akkor megkezdett. Tehát adj erre időt magadnak. Később ez egy picit gyorsabb fog tudni lenni, de azért, mert jobban körül tudsz nézni. Jó, és minden irányba. Úgy, még egyszer magad mögé. Mögöttünk se. Igen. Azaz. Jó, és? Na, ez most jó lett. Így kell. Jobbra kanyarodjunk. Oké. Okay. Indexet tett ki időben. Ja, igen. És lassíts meg az autót. Azaz. Nem jön balra senki. Csak pillantunk, igen. És jobbra nézünk nagyon. Ha itt lenne parkolóhely, akkor álljunk be, jó? Előre okay. Menetbe vagy hátra menetbe. Keresünk szép lassan. Ott például nézd, a szürke autó mögött van egy elég nagy hely, de előre menetbe okay. Be tudsz állni. Index jobbra legyen. Igen. Az nagyon fontos. És lelassítjuk egy kicsit. Úgy megy arra, teked a port. Igen. Így. Kuplunk be és fék. Hello, hello. Aj. Ne hagyd az utolsó igen. Pillanatra. Hátra menetbe igazítsuk meg, jó? Oké. Okay. Tehát, hogy itt hosszabban fékezhettél volna. Őket el kell engednünk. Várjál. Jó. Úgy, úgy. Ez az. Előre egy kicsit álljunk, hogy... Egy picit, hogy... így van. Tehát arra figyelj, amikor a manővert csinálod, hogy az autónak a... Az eleje bal irányba megy ki. És még. Úgy. Tehát, hogy mindig lásd a okay. Lökhárítót, meg a... Aha. Igen. Két kerekét. Mert egész jól gondolom előtt állom, igen. Nem? Jó. Mehetünk is tovább. Okay. De mivel ugye előre mentünk, azért vissza. Igen. Hát attól függ, hogy mennyire vagy közel. Kicsit. Kicsit hátrébb vagyok. Igen, de fordulj hátra. Ne a tükörbe. De ebbe az irányba. Így. Úgy, úgy. És kész vagyok. Hiszen ez a nagyon fontos, hogy itt a járdáról nem akar elelépni. Így van, igen. Meg megnézzük, hogy nem jön is. Úgy van. És... És oldaltávolságot hagyunk. Úgy van. És látod, itt is az oldaltávolság fontosabb, mint ez az útburkolati jel. Látod itt a... Igen, igen. Azért megyünk a szabad otthonon. Így van. Ugye egy kicsit visszaveszük a gázt, de nem jön senki, úgyhogy itt merre menjünk? Egyenesen, és majd okay. A... Merre kell figyelnünk? Ringásokra. Úgy van a kerékpárosra. De nem jön senki, úgyhogy. Úgy, jobbra menjünk. Tehát itt a, nem csak, hogy a gyalog át kell őt elnézni, okay. Index legyen. Igen, jobbra megyünk? Jobbra. Oké. Okay. Úgy. Ez jó volt. Azt az milyen kis elkülönített rész. És taposd bele. Oké. Okay. Gyorsíts és utána válts. Tudom jelzi, hogy főutvonon vagyunk, ugye? Hogy mehetünk 50-nel, ugye? Igen. De azért nem muszáj követni azt. Nem pót. Majd a jelzőlámpa után csináljunk egy visszafordulást, jó? Jelzőlámpa után? Aha. Akkor itt egyből, ugye? Nem egyből, vagy, tovább megyünk majd a jelzőlámpán. Ja, jó. És ott lesz egy ilyen visszaforduló. Aha. És akkor ott visszafordulunk. Okay. Jó. Kicsit gorulunk előre. Igen. De a kuplungról lejöhet, ja? Mert üresbe okay. Kapcsoltál. Ja, igaz is. Csak a féket tart. Biztos, hogy kitették oda a szembesávba, hogy behajtani tilos, nem? Igen, biztos, ami biztos.
itt az autópályán is kim van, mégis behajtana. Ja, igen? Hát igen. Hoppá, hoppá. Hoppá. Bocsi. Igen, igen. Na tolja. Egy picit gyorsan jött le a kuplóra a lábad. Igen, igen, elkapkodtam. Nem készültél föl lélekben. Igen. Na és akkor itt, ugye? Aha, de addig még nyomjad. Oké. Okay. Ezt majd visszalassítasz. Igen. Indexet pakold ki. Igen, és akkor visszalassítunk. Aha. Megnézzük, hogy jó, oké. Nem tud elvenni senki, ugye? Tudjuk balra is. Azaz, távolabb eső járda szegény. Úgyhogy nem jön senki, ugye azt láttam, hogy be lehet látni. Ugye? Nagyon picit szükre vetted ezt, tehát a távolabb eső járda szegély irányába menjél legközelebb. Aha, jó. Jó, következő lehetőségnél majd kanyarodjunk jobbra. Oké. Okay. Ugye visszalassítunk a gyalogosok miatt. Index, menjen a fékezés elő. Igen. Vissza kettő. És ugye itt is nekünk van elsőségünk, ugye? Mindig fordulj hátra, kanyarodáskor. Igen, igen. Mi tehát, hogy azt ellenőrizd, hogy mögötted nem érkezik-e oda valaki. Mert inkább nagyon elő van még a figyelem. Hm. És meg kell nézni, hogy érkezik-e oda valaki, akinek az útját keresztezik. Igen, igen. Nézd, itt talán meg is tudnál itt majd állni. Egy hátra a index jobbra legyen. Ha, kicsit okay. El van kapkodva. Nem is vártam, hogy itt lesz parkoló. Igen, nem baj az. Na nézzük ilyenek az akkor. Igaz a helyzetek. De fordulj hátra. Tehát a parkolás megkezdése előtt ellenőrizd a területet. És lassíts meg egy picit az autót, hogy tud követni a mozdulattal. Igen, egy kicsit még. Lassan, ne kapj. Okay. Kicsit fékezz meg. Igen. Kicsit vissza, meg egy kicsit hátra. Na várjunk, mikor kell balra tekerni a kormány? Amikor már elhaltam. Úgy van, igen. De közben hátrafele fordulj, nézz. És ne tekerd álló helyzetbe. És ne csak bal irányba néz, hanem ide jobbra. Kicsit. Ez már járda szegély. Igen. Akkor egy kicsit előre. És mit csinálunk? Kicsit, nagyon kicsit. Ezerrel jobbra. És megállunk, és akkor vissza még egy kicsit igen. Hátra. De a kuplungot mindig nyomd be teljesen. Igen. Jó? Úgy. De fordulj, ne a bal tükröt nézd, tekerd balra a kormány. És figyelj, hogy egyenesbe, most már egyenes. Igen. Aha, igen, tényleg. Tehát itt egyenesbe hozhattad volna a kormányt, és úgy távolodni tőle. Igen. Mert hogy elérted az egyenest. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ne forduljon túl az autó, ráadásul ilyenkor, hogyha már most balra van. Balra. Így van, és könnyen fölmegy, mert most már közel vagyunk a járda szegélyhez. Uh-huh. Tehát, hogy nehogy véletlenül fölmenj, miközben itt manőverezgetsz. Uh-huh. Mehetünk is hátramenetbe, távolodjunk ettől az autótól. Még az indexet addig különben visszaveheted, mert a kormányt úgyis most jobbra kell majd tekerned, de a kéziféket ne felejtsen. Sebesség irányjelző kézifék. Úgy. Fordulj hátra. Azért a kormány maradjon. Oké. Úgy. És akkor most... Itt azért nagyon spóroltál a hátramenettel. Na látod, nem is maradt igazán helyet, hogy... Kicentiszted. És ugye beléztem magam, hogy nem jönne senki, van. Akit elüthetnék. Na, mehetünk? Oké. Okay. Itt a... Megnézzük, hogy jön-e valaki, de senki. Úgy kereszteződésnek kinek lesz elsőbsége? Itt? Nekünk, vagy nem, nekik, mert ugye nincs semmiük. És azáltal, mert elkezded nézni az elsőbséget, tartsál megfelelő oldaltávolságot, mert a taxinak majdnem vittük a tükrét. Igen. Az nem lett volna jó. Nem. Itt megyünk egyenesen. Megyünk egyenesen. És most is azt figyeld, hogy mennyi oldaltávolságod marad. Látod, mert ez a taxi nagyon középen jön. Aha. Nézd? Igen. Tehát ez egy dolog, hogy ő úgy gondolta, hogy neked jobban le kéne húzódni, de... Igen. Hát nekik ez ilyen. Kicsit lassíts meg az autót a fekvőrendőr miatt, és gyere le a fékről. Tehát időben lassíts meg, hogy a futómű már ne legyen terhelve, miközben eléred a fekvőrendőrt. Balra kanyarodjunk. Oké. Okay. Ha ő is balra fog kanyarodni, vagy csak ő már hamarabb lekanyarodik. Aha, ő bemegy a garázsba. Mi látunk meg? Ja. Mert nagy volt, meg piros, de balra jött. Nem, De ne csapd le a kanyart. Igen. Hát középig előre kellett volna menni, és utána balra. Bekanyarodni.
Tehát, hogy mindig nagy épe, középik, egyenesen a képzeletbeli pontot megkerüljük. És akkor majd, ha találunk rá egy alkalmas helyet, akkor fordulj meg egy Y-nal. Oké, okay. Akkor... Hogyan szoktuk csinálni? Be. Index jobbra legyen, és álljunk be a piros, meg a fekete autó közé. Oké. Okay. Úgy benézel magad mögé. Nem jön senki. Tekedd meg, álljunk meg a járda szegény mellé. Tekedd be balra, akkor meg megállunk. Igen. Hogy? Megállunk, és akkor most visszaigazítjuk, hogy hátra. Nem hátra. Nem? Y-nal. Ja, Y-nal megfordulunk? Ja, egyből? El, jó. Azt hittem, hogy beállunk. Ah. Nem. Én most jobb megnézzük, vagyunk. Megnézzük, hogy senki nem jön. Mert azt az X-et tudod, amit a megállást tiltotta, azt elhagytuk. Megállunk. Oh. Finom fékezés. Igen. Hátra menek. Kicsit odállat munkat. Hogy? Tartsd meg a kuplungot, nagyon jó. Index jobbra legyen, és fordulj ide hát, és picit lassítsd meg az autó. Jó? Kuplunggal. Kuplung be mindig teljesen. És itt megint nagyon kicentizít az elejét, közben hátul még lett volna hely. Igen. Mindegy. Csak induljunk el, és úgy tekerd a kormány. Tehát, hogyha lehet, akkor álló helyzetben ne tekerd. Igen. Mert feleslegesen terheli a futóművet. Fogatosan. Hogy? Ez is fontos, hogy ilyen helyekre is benne legyen, jó? Ez pedig egy kikerülés, tehát ne olyan lazán kezeljük ezt a forgalmi szituációt. Index balra, benézel magad mögé. Igen? Hiszen ők kitérítenek téged attól, hogy a út jobb szélén tudjál haladni. Értem. Jobbra kanyarodj. Okay. És mint minden ilyen, ez kikerülés. Oké, okay, csak balra betekintetek. Balra pillantunk is. Ja. Nem tudom, hogy mit akar csinálni. El kell engednünk a néni. Ja. Főleg kisbabával jön. Tessék jönni. Ja. Üres. Addig legyen. Okay. Azaz. És mehet az egyes. Oké. Okay. Ja, így. Okay. Tehát neki elsőbsége van, hiszen... Ja, gondoltam, hogy beférünk mellett. De nincs ilyen, hogy beférek. Főleg a kisbabátaló gyalogos van. Jó? Azok kifejezetten lassulnak. De hát nem azért, hanem a gyerekek védelme elsődleges. Persze. Meg elsőbsége van. Tudom, tehát itt persze. Nincsen mérleges, hogy beférek vagy nem férek be. Megállok, elengedem. Ezek a nagyon gyorsan bukást okozó hibák. Soha nem szabad arra gondolni, hogy még elférek, hiszen ő neki meg kellett állnia. Emlékszel? Igen, igen. Hogy igen. Ő jött, és miattunk állt meg. Közben, ha mi hamarabb megálltunk volna, akkor és integettünk neki, igen, nem akkor meg se kellett volna. Akkor. Hát, igen. Tehát a zavartalan áthaladását biztosítanunk kell. Hát ő nem fogja letolni a gyerekét az úttestre, ha te jössz, érted? Tehát te azért gondolod, hogy elfértél volna, mert ő megállt. Uh-huh. Érted már? Igen, igen, igen. Itt nem nagyon látom be a bal oldalit, az egy kicsit vissza. És... Jó, oké, okay, mehetünk. Mi úgyis fekvő rendőr van itt, aztán. Úgy. Mennyi tanulvezető van amúgy? Hát igen, nagyon ez sok. Egy ilyen útvonal is, tudod? Ja. Ezért itt többen vagyunk. Ja, ja, ja. De mondjuk a városban is össze-vissza van minden. De ide is be kell nézni, mert ez is egy jobbkezes. Jobbra kanyarodjunk. Oké. Okay. Tehát minden ilyen egyenrangónak minősül. Nem jön senki gyalogos, az se. Hiszen kint van az, hogy mindkét irányból behajtani tilos tábla. De ott van alatta a kiegészítő táblán, hogy kivéve célforgalom. Tehát aki célforgalomból oda behajtod, ha ki akarna jönni, akkor elsőbsége lenne, hiszen nem volt tábla, hogy adjon elsőbséget. Jó? Na itt merre, balra, jobbra? Balra. Oké. Okay. Kit kell nézned ebbe a kereszteződésben? A zebrát, aki a zebrán kell, hát ugye? Úgy van. Vissza kettő, meg a szemből jövő, de haladjunk be középig, hiszen... Igen? Úgy. És tekerd. Úgy van, teked. Még egy pillantás, vállalt fölött, oda, hátra. Úgy. Okay. Tehát, hogy azokat a területeket kell nézned, amit eddig figyelmen kívül hagytál. Tehát, hogyha folyamatosan előre nézel, akkor nem biztos, hogy látod, hogy mi megy melletted. Jobbra megyünk. Okay. És közben ott utolérhet másik gyalogos vagy. Okay. Úgy. És
ide hátra fordulok. Nem jön senki. Igen. Érted? Tehát, igen, hogy igen, itt igen. Nem biztos, hogy nézed azt, aki veled párhuzamosan közlekedik. De a gyalogost azt most figyelnem. Igen. Most. De amikor elkezded a kanyarodást, ő fölbukkanhat, és vele szemben hátrányod van, hiszen ő, ha egyenesen halad tovább, akkor igen. Elsőbsége van. Hiába nincsen gyalogos átkelőhely. Tehát ezért kell azokat a területeket figyelni, ahová eddig nem figyeltem. Nem, így van. Nem tekintett, és nem is nagyon volt mondjuk a látóteretben. Zsombor, gratulálok! Nagyon köszönöm. Ügyes voltál! Ja, néztétek élőben? Ja. Így van, néztük. Gondos. Jó volt. Hogy ízlett a vezetés? Hát, jó volt amúgy, informatív. Rengeteg megoldandó feladat, úgyhogy... Jó. Mikor mész vizsgázni körülbelül? Hát egy hónap múlva körülbelül. Jó. Na most itt az alkalom, ide hívjuk Szilvit. Vagy most mondd, hogy meg vagy-e vele elégedve. Itt a szemébe. Természetesen, igen. Természetesen. Mennék más mondani. Nem volt gond, hogy egy hölgy oktatónál tanultál? Engem egyáltalán nem zavar. Nem volt, ugye? Még jobb is a hangulat egy kicsit. Otthon is eldicseksz legyen. Igen. Csinos lányjal vezetek, hogy húlyan. Így van. Na és valami rosszat mondasz? Veszekszik, kiabál? Nem, igazából. Semmi irányos. Én nem tapasztaltam pont, ami kellő. Na de mégis használd, valami szeretnék javítani. Hát, hogy még többet tudjak jönni. Ja, igen, minden. Heti 5-ször, ne? Jó, Zsombor, fog ez menni, látom. Így van. Szilvi, nagyon köszönjük neked, hogy betekinthettük a munkádba, és megmutathatjuk a világnak. És hát nagyon sok sikert kívánok köszönöm neked szépen, a folytatásba. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Zsombornak nagyon köszönöm jó vizsgát, sikerüljön Szilvi. Köszönöm szépen. Pati, vigyázz magadra, és figyeljük a TikTokot, és itt meg láthatnak minket a Kressz TV csatornáján. Oké, sziasztok! Sziasztok!